Gyakorlatilag a mai alkalommal reduxív folyamatokat fogok szemléltetni a kék szín segítségével, illetve a jód különböző oxidációs állapotaival. A kísérlethez kálium jodátot fogok felhasználni, amiről azt kell tudni, hogy a benne lévő jód erősen oxidált állapotban van, és alig várja, hogy egy reakciópartnertől elektront szerezhessen. Készítek egy oldatot, egy aránylag így oldatot, úgy körülbelül ennyit. Egy kálium jodát só, tehát annak legyen módja szerint kálium és jodát ionokra fog szétesni. És egy szintelen oldatot kapok. A képcső alján még található egy kis oldatlan állapotú kálium jodát. A másik kémcsőben keményítő oldatot fogok készíteni. A keményítőről azt kell tudni, hogy csak az elemi jóddal, tehát az elemi állapotú jóddal alkot kék színreakciót. Ez egy speciális reakció, csak egymással van egy ilyen kék színreakció, tehát a jóddal kimutatható a keményítő, és keményítő a jóddal. Szintén desztillált vizet adok hozzá, mivel eléggé nagy molekulák ezek a keményítő molekulák, ne várjuk el azt, hogy víztiszta oldatot kapunk, tulajdonképpen ez egy klasszikus kolloid oldat képződik, ami opálos, illetve amíg fel nem oldódott keményítő részecskéktől egy kicsit zavaros, de idővel leülepszik. Most nem kell megvárnunk, mivel a kísérletet nem fogja zavarni. Ezt a keményítő oldatot hozzáöntöm a kálium jodát oldatához. Így. Hát és ne lepődjünk meg, hogy még nem jelent meg a kék színre a kék szín. És mint mondottam volt, a keményítő csak az elemi jóddal alkot kék szín, vagy mutat kék szín reakciót, és egyelőre az oldatban csak kálium jodát só található, tehát a jodát ott tartalmaz. Reakciópartnerként, a jodátnak reakciópartnereként kálium jodidot fogok használni. Erről azt kell tudni, hogy a jodid ion az elemi állapothoz képest redukált állapotban van, tehát egy elektron fölösleget tartalmaz, ezért jodid ion. Szintén só, tehát oldódnia kell a vízben, de mivel jodid ion szintén nem ad kék színreakciót a keményítő oldattal, de nézzük meg, hogy mi történik, ha és íme, tehát nem kell nagyon rázogatni, a kék szín megjelenése mutatja azt, hogy a kálium jodát és a jodid ion redoxid reakcióba lépett egymással. A jodid ion egy elektront leadott a jodátban lévő jódnak, és elemi jód keletkezett, ami a keményítővel, mint látható, nagyon szép kék szín reakciót adott.